Zug wird als Kurzzug. Üdvözlet! Sziasztok! Ez egy következő unboxing videó, ugyanis Magyar Posta meghozta a következő dobozt. Hát, lássuk, mi van benne. Tudom, hogy a Bencés videó óta lehetett volna videót csinálni, csak megmondom őszintén, annyira sok dolgom volt, hogy itt nem volt lelkivilágom. Na, lássuk, mit kapunk. A szokásos számlalevél, hogy szeretem én ezeket. És kettő darab újság. Azt mondja, hogy sorrendben a 21 és a 22-es. Egy Henkel HS 100-as. És egy Star 52-es, ha jól látom. Igen, Star N52. Hát akkor bontsuk is ki sorba őket. A szokott, hogy is fogalmazok, tematikával. Azt azért elmondom, hogy akik végignéztek a Bencével beszélgetős videót, amit majd ide belinkelek, hogy igen, nem számítottunk rá, hogy ennyien végignézitek, ezért úgy döntöttünk, hogy lesz három darab bögre, amit a következő beszélgetős videó mert lesz, illetve készülünk rá, csak időpontot kell egyeztetni. Ott majd kalapból húzós megoldással kisorsoljuk. Tehát akkor az újság a szokott tematikával ír a történetről, gondolom a cég történetről, kellemes kis rajzocskával, ahogy ez a szokott tagban van, kellemes olvasmányos dolog lesz. Azt mondja, nézzünk a műszaki időt, egy 100 lóerős, 15,6 literes motor, egy évszámot lenne jó még hozzá nézni. Hát ez a műszaki adatoknál kéne keresem. Na mindegy is. Össúly ez 11,3 tonna. Jár történet egyéb részei. És akkor lássuk önmagába a modellünket. Mint mondtam, ez egy Henschel HS 100 N típusú modell. Bátran végigvágom az alját, tetejét, mindent. Kidobom. Megmondom őszintén, hogy engem ez nem hat meg, én a dobozzal nem kezdek semmit. Ennek kis rögzítője volt. Merüljem, hogy megy a fali vécénbe. És hát akkor nézzük is a modellünket. Úgy gondolom, hogy na, találsz fókuszt. Elég szép ez a bordós színezés. Tényleg egy izgalmas, szokásos alsó része. Hát nem ismerem ezt a gyártót sem a buszt, tehát őszinte legyek, olyan panoráma üveges, azt talán láttátok, hogy látjátok. Kellemes kis rövid tengelytávú kis valami. Biztos, hogy ez érdekes jármű volt a maga korában. Aztán, na itt a 22-es szám, egy Star N52-t nézünk. El ne vágjam egyszer magamat ebben a snitzerrel, mert nem egy víg dolog. És, na szóval a Bencés videóra visszatérve, igen, lesz Bencés videó. Igen, készülünk még beszélgetni. Tudom, hogy nem teljesen volt tökéletes az előző beszélgetés formailag, de Bencével arra a közös nevező jutottunk, hogy ezt folytatjuk, mert úgy látjuk, hogy van rá igény. Egyébként köszöntöm azt a körülbelül 100 feliratkozót, aki azóta jött, és a Bence videója kapcsán tévedt hozzám. Majd meglátjátok, hogy nálam is azért van jó tartalom. Szintén a gyár életéről majd itt lehet olvasgatni. Egy kicsit meggyűrödött az újság, ez valóban, hogy mutassam, hogy ez jól látszódjon. Kicsit sok a fény. Szóval, mintha megázott volna, de megmondom őszintén, engem ez nem annyira zavar, mert egyszer átolvasom, aztán utána megy a gyűjtőfüzetbe. Közepén próbálom kinyitni, hogy őszinte legyek, és akkor a szokott műszaki rajz környékére jutunk, ami azt mondja, hogy egy 85 lóerős 4181 köbcentis kis történet,
aminek 7,7 tonna az össúlya. Hát az évszámot itt sem találom, lehet, hogy biztos, hogy nem ezen az oldalon kéne keresnem, de majd biztos, hogy benne lesz valahol. És akkor itt van ugye a nagy, szép, színes fotó. És akkor nézzük meg, egy kicsit eltér a modellnek a színe az előzőektől, hogyha stónusú lenne. Egy kis védődobozba kapjuk, ugye. Az nem titok, hogy rendeltem utánrendelésben modellt, mégpedig egy 556-ost, meg egy 620-as, ezeket kimondottan átfestési céllal, és ezt nem a Balian modellnek fogom odaadni, hanem saját magam fogom elkészíteni. Ha szeretnétek, hogy egy olyan folyamatot körbe videózzunk, akkor írjátok meg kommentben, és akkor lesz arról is videó, bár szerintem a Balian modell profiban csinálja. Na, gyerekek, nem vártam rendesen körbe, vagy nem tudom. Nehezen pattan itt ki. Kis szerencsétlenkedés. Csak sikerült, ennek teli volt, ahogy hívják. Na, hát akkor lássuk a gyöngyszemet. Egyszerű a hátulja. Másik oldala. Na. Kicsit olyan... Szóval itt az életben lehet, a kamera jobban visszaadja egyébként a színeltérést itt a két zöldnél, de az újságon ez valahogy egy kicsit olyan szóval, mint hogyha libafos zöldebb lenne. Mondjuk jobb, hogy nem libafos zöld, hanem sötét zöld, de majd meglátjuk. Ugyanolyan szegecses alja van, úgyhogy ez egy remek kis busz ez is. Ugye nem felejtétek el a szeptember 15-ét, amikor megjelenik az Icarus 280-as. Minden hírökkel ellentétben aznap jelenik meg, úgyhogy hát majd reggel lehet verekedni érte az újságosoknál. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és várjátok a következő videót. Sziasztok!